Tárgyalásra alkalmatlan az EU költségvetési javaslata, ezt mondta Orbán Viktor a Kossuth rádiónak adott interjúban. Magyarország Ukrajna támogatását és az újabb Oroszország elleni szankciókat sem támogatja. A miniszterelnök azt mondta az EU csúcs előtt, hogy hazánk a migrációra és Ukrajnának sem ad több pénzt. Orbán Viktor kijelentette, aki a migrációt támogatja, a terrorizmus támogatja. Brüsszel migrációs és háború stratégiája megbukott. Ezzel a témával folytatjuk a ma reggelt. Jönnek a részletek Pindrok Tamással, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjével. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Az uniós csúcs találkozón ugye végül is nem sikerült megállapodni az Ukrajnának nyújtandó költségvetési segélyprogramról, viszont az unió vezetése azt közölt, hogy továbbra is prioritást, tehát elsőbséget élvez az Ukrajnának nyújtandó támogatás, legalábbis az unió vezetése szerint. Mit lehet ezekből a dolgokból kiolvasni? Hát veszélyes az európai unió hozzáállása ez a konfliktushoz. Azért veszélyes, mert 2027ig tartó költségvetésben akarnak még plusz 50 milliárd eurót. Eurót adni Ukrajnának, ami hatalmas összeg, és azt is, azt is magában foglalja, hogy 27-ig lehet, hogy a konfliktus is elnyújtanák. Tehát nem arra törekednek, hogy béke legyen, béke tárgyalások, tűzszüneti tárgyalások kezdődjenek, hanem mintha az eszkalációt támogatnák. Hát több rétegű a probléma. Ugyanis 82 milliárd eurót már a az Európai Unió átutalt Ukrajnának. Nem tudjuk, hogy mire. Nem tudjuk, hogy mire költötték a pénzt, hova került ez a pénz, mire költötte Ukrajna. Nincsenek hatástanulmányok. Óriási összegről beszélünk, és most módosítani kellene az Európai Unió költségvetését is ahhoz, hogy még plusz 50 milliárd eurót adjon az Európai Unió egyik része az egy hitel, kölcsön megállapodás lenne, de a másik része egy 17 milliárdos összeg, az egy visszanemtérítendő támogatás lenne, és ehhez Magyarország és Szlovákia úgy tűnik, hogy nem fog hozzájárulni. Viszont az Európai Bizottságot, az Európai Uniót sürgeti az idő, mert hogy ezt a 17 milliárdot még ebben az évben át kéne utalniuk Ukrajnának, hogy, hogy beleférjenek a saját maguk által megszabott időkeretbe említette, akkor nézzük először a magyar álláspontot. Orbán Viktor miniszterelnök a csúcs találkozó előtt ugye arról beszélt, hogy szerinte alkalmatlan a jelenlegi uniós költségvetési javaslatnak a kibővítése, és Magyarország álláspontja világos, nem akar adni sem pénzt Ukrajnának, ilyen keretek között sem pedig a migrációra, sőt ugye Brüsszel több pénzt kért, még egy harmadik dolog is benne van a, a költségvetésben érdekes lehet, fizetésemelésre az uniós bürokratáknak, ha úgy tetszik, amit megint csak nem támogat a magyar kormány. Mennyire véli jogosnak a, a kormányzati, magyar kormányzati álláspontot? De elős, először is azt kell tisztázni, hogy mi, miről beszélünk, milyen pénzről beszélünk. Ez a pénz az Európai Unió költségvetése, ez az európai polgárok pénze. Tehát, hogy ezt, először ezt kell tisztáznunk. És az, hogy mire költi az Európai Unió a mi pénzünket, azt azért kellene tudnunk. És ahogy már említettem, 82 milliárd euró úgy ment el Ukrajnára, hogy nem tudjuk valójában, hogy mire költi az ukrán állam. Azt azért, azt, arról azért vannak sejtéseink, hogy az ukrán államban nagymérvű a korrupció mértéke. Tehát egy olyan államot támogatunk, ahol nem lehet követni a pénzeknek a mozgását, és ez Újabb kérdéseket vet föl. És az, hogy Magyarország nem támogatja, például ezért nem támogatja az Európai Unió költekezését, mert nem tudjuk, hogy hol a pénz, hol van a lé. Hogy kicsit egyszerűbben fogalmazzak. Mert hogy nincs meg ez a pénz. Főleg úgy, hogy a magyar támogatási összegeket meg nem ítélik oda Magyarországnak, nem adják oda, miközben ez kötelezettsége az Európai Uniónak. Tehát van egy olyan abszurd helyzet az Európai Unióban, ami úgy látszik, hogy kezelhetetlen. Magyarország hozzáállása te teljesen természetes ehhez a kérdéshez, miközben mi nem kapjuk meg a nekünk járó forrásokat, mi miért adjunk olyan pénzeket, miért járuljunk hozzá olyan pénzek csak, Tornázásához, amit nem tudunk, hogy mire költenek, és nem tudjuk, hogy honnan teremteni elő az Európai Unió. Úgy tűnik, ahogyan is utalt már rá, hogy más tagállamok se feltétlenül repesnek az ötletért, Igen. hogy kibővítsék a jelenlegi költségvetési forrásokat, és újabb pénzt kérjenek a tagállamoktól. Említettem Szlovákiát és Magyarországot, állítólag még Belgium is sajtóinformációk szerint ebbe a sorba tartozik. No de kibővülhet-e ez a kör a jövőben? Mert hogy Ön is említette, az Amerikai Egyesült Államokban is lehetett ilyen hangokat hallani, illetve a sajtóban olvasni, hogy ott is azért kérdőre vonják az ukránokat, hogy hová lettek azok a források, amiket például az Egyesült Államoktól kaptak. Igen, lehet, hogy csatlakoznak Magyarország és Szlovákia álláspontjához, még több tagország is csatlakozhat, mert hogy itt a pénzünkről van szó, tehát minden tagország pénzéről van szó, az egy kérdés, hogy hogy oldaná meg az Európai Unió. Tehát, hogy plusz forrásokat kér a tagországoktól, vagy átcsoportosítással. Erről is Vitamegy a jelenlegi jelenlegi rendelkezésre álló programokból vennének el, így a kohéziós forrásokból is elvennének. Ez is egy, egy ötlet szintjén felmerült. A kohéziós források járnak a tagországoknak tehát a felzárkózó tagországoknak, így a kelet-európai országoknak, amit nekünk nem adnak oda egyébként. Tehát abból is el szeretnének venni pénzt, vagy oktatási programoktól vennének el pénzt, de van, van egy olyan ötlet is, hogy fűnyíró elven mindenhonnan elvennének pénzt az Európai Uniótól, és átcsoportosítanák erre az összegre. A kérdés az, hogy megéri-e? mindez. Mert hogy az a stratégia, amit az Európai Unió választotta ukrán-orosz konfliktus kapcsán, az úgy látszik, hogy becsődölt. Ugyanis Oroszország nem roppant össze a szankciók hatására, sőt, gazdasági növekedést lehet várni 2024-ben. Ukrajna viszont nagyon nagy bajban van. Hát a cél az volt ugye a szankciókkal is, és az egész Európai Unió hozzáállásával, hogy Oroszországot meg kell roppantani, hogy a hadseregét ne tudja támogatni anyagi értelemben, és ne legyenek új fegyvereik. Na most új fegyvereik is vannak, a szankciókat kikerülik, a szankciók nem működnek. A magyar álláspont elég egyértelmű a háború kitörése óta. Nem szankcionálni kell, hanem békét kell teremteni. És ennek a magyar álláspontnak a megerősítésére, illetve a vitás kérdések kapcsán, ami mondjuk a magyar kormány és az unió között fennáll, ismét lesz nemzeti konzultáció, amely novemberben indul, várhatóan azt mondta a miniszterelnök úr tegnap, hogy 10-11 kérdéssel. Mire kell ennek fókuszálnia, és mi ennek a szerepe? Ugyanazt a cél tölti gondolom, mint az eddig összes nemzeti konzultáció, hogy a miniszterelnök egyfajta néptől kapott felhatalmazással tudja képviselni az érdekeit Brüsszelben? A nemzeti konzultációt lehetne uni unikálisnak tekinteni, nem csak Európában, hanem az egész világon. Mert hogy a magyar kormány megkérdezi az embereket két választás közben is arról, hogy a nagyon fontos kérdésekben milyen álláspontot alakítson ki az ország. És ha megvan ez a támogatás a kormány mögött, akkor az Európai Uniós porondon is tudja képviselni, és tud arra hivatkozni, hogy ezt az álláspontot osztja a magyarok nagy része, akik részt vesznek ezen a nemzeti konzultáción. A nemzeti konzultáción sokan vesznek részt. Tehát az, hogy másfél millióan részt vesznek egy nemzeti konzultáción, az ellenzék számára ők azt mondják, hogy hát ez milyen kevés. Hát az ellenzékre összesen nem szavazott ennyi ember 2022-ben, mint egy nemzeti konzultáción részt vesz az érdeklődők sokasága. Tehát ez egy megerősítő álláspont. Igen, 10-11 kérdésre lehet számítani, és nagyon fontos, hát olyan ügyek, történnek a világban, amire választ kell adni, hogy a Magyarország hogy, hogy viszonyuljon az izraeli-palesztin konfliktushoz, hogy viszonyuljon a gazdasági problémákhoz az egész európai térségben, és az ukrán-orosz konfliktushoz is. Tehát ez egy nagyon fontos nemzeti konzultáció lesz, és arra biztatok mindenkit, hogy vegyen majd részt rajta. Indrok Tamás volt a vendégünk, köszönöm, köszönöm szépen, szépen, hogy ellátogatott hozzánk.